Köszöntöm a Győr Plus televízió nézőit, Helló Győr! Mai adásunkban már őszbe kapcsolunk, fesztiválozunk és nyelveket tanulunk. Könyvkötés, születi mulatság, hangos filmplakát, joga és sok más program. A múzeumok őszi fesztiváljának gyűri eseményei közül emeltem ki néhányat. Rád Katalina vendégem, a Rómer Múzeum közönségkapcsolati osztályvezetője. Szervusz, köszöntelek! Köszöntelek benneteket is a kedves tévénézőket! Hát mesél nekünk a programokról, számtalan van nyilván, hogy el sem tudjuk mindent mondani, de valahol kezdjük el. Nagyon színes a programpalettánk. Elindult a Rómer Múzeumban a Múzeumok őszi fesztiválja, szeptember 26-a és november 13-a között zajlik nálunk, illetve országosan is. Most már idén 150 múzeum részvételével indult útjára, közel 1600 programmal, és ebből a Rómer Múzeum több mint fél programmal és eseménnyel képviselteti magát. Melyiket tartod a legfontosabbnak? Nyilván, hogy minden generációnak biztosítottok szórakozást, de mégis melyik a legfontosabb, melyiket emelnéd ki? Vagy lehet egyáltalán kiemelni? Hát ez így nagyon nehéz, nagyon nehéz kiemelni, mert minden réteget megpróbálunk szólítani. Legyen szó a szakmai konferenciákról, vagy családi programokról, ugyanúgy a fiataloknak szóló koncertekről, úgyhogy így igazán egyet kiemelni nagyon nehéz lenne, de mindenki megtalálja a maga számítását. Nekem egy tetszett, nagyon. Kézműves mesterségek könyvkötést próbálhatunk ki. Igen, ez egy három etapos programsorozat. Ide regisztrálni kell a résztvevőknek, és lényegében egy kicsi idő, időutazás is van benne, hiszen a gyerekkorunkba térhetünk vele vissza, és mindenki a saját maga kis könyvét elkészítheti. Olyanokat is például, mint ami szerintem a mai napig is egy kuriózum a gyerekeknek a mesekönyvek világában, ez a kiugró mesekönyv, ez a pop-up mesekönyv de ugyanúgy a fűzött varrot mesekönyveket, vagy akár a leporelló kihajtogatható mesekönyvet is mindenki maga elkészítheti. Ez azt jelenti, hogy um, ez a kézműves mesterségek a könyvkötés maga inkább a gyermekeket célozza meg, vagy csak véletlenül említettél a pont mesekönyveket, bármi mást is lehet? Ö, kimondottan, ö, kimondottan, kimondottan, könyveket lehet készíteni, de felnőtteket célzunk meg ezzel a programmal, de természetesen a saját kis gyerekünknek is elkészíthetjük a, a mesekönyvet, de ez egy felnőtteknek szóló, ez egy komolyabb, egy ilyen workshop-szerű három foglalkozásos programunk. Uh -huh. Tehát ez olyan, hogy tényleg el lehet sajátítani ezt a úgymond mesterséget. Hát otthon gondolom nem lehet továbbvinni, hiszen otthon hát kellenek, hogy... Igen. Igen, 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 értelek. A múzeum a Mobilisztel közösen is vállalkozásba kezdett ez mi? Igen, ez a, idén ez az Alkossunk Együtt programunk. Lényegében a Mobilisszel együttműködve hoztuk létre ezt a programot. Nem maradhatnak el természetesen a látványos bemutatók sem a Mobilisz részéről, de a múzeum részéről pedig a művészetek világába csöppenhetünk bele, és ugye a Mobilis egy örökmozgó látványos kiállításokat propagál, mi pedig ugye nyitott színes elevenként ez így most összecsatlakozik, és lényegében egy guruló várost, egy színes guruló város lehet elkészíteni közösen. A, nyilván az időpontokról is beszélhetnénk, viszont... Hát itt van ez a jó kis füzetecske, és ez, ehhez gondolom mindenki hozzá tud jutni. Tehát időpontokat azért nem említünk most itt. Igen. Jó, hát akkor ezt így szögezzük le, viszont lesz lélek és egészség nap is, talán ez is nagyon fontos. Így van. Hát ugye a, a múzeum falai azok önmagukban is egy ódon nyugodt uh, körülményeket uh, sugalnak. Uh, lehetőség lesz a lélek és az elme lecsendesedésére is. Ehhez ugye hozzájárul maga a millió is, de a jóga is bemutatkozik így a múzeum falai között. A gyerek a legkisebb. Ebbektől, a három évesektől kezdve az időseken át mindenkit várunk erre a napra. Különböző jogatípusokat lehet megismerni, a gerincjogától jogától elkezdve nagyon-nagyon színes a paletta, és minden mellett természetesen az egészséges életmódra is rávilágítunk, ételkóstolóval, tanácsadással, receptekkel. Olyan sok mindent tudnék még felsorolni, amikor kiválasztjátok, hogy, hogy, hogy kik jöjjenek, kik legyenek az előadók, kikkel szövetkeztek, akkor mi alapján teszitek ezt? Nyilván, hogy győri vonatkozású legyen a történet, de mégis mi van benne még? Ez is szempont, ugye, de mivel ez egy országos programsorozat, így adva van tíz program tematika, és mind az összes tíz program tematikához a Rómer Múzeum csatol eseményeket, legyen szó a könyvkötésről, vagy a szakmai programokról, filmbemutatókról, van például óvodapedagógusok napja, illetve a tanárok éjszakája, ami kimondottan így egy ilyen szakmai fórum lesz, de emellett ugye megemlékezünk az 56-os emlékév kapcsán is, több programunk kapcsán lesznek versíró pályázattól elkezdve kiállításon át felolvasó est, úgyhogy nagyon-nagyon színes győrieket, győrkörnyékieket is megpróbálunk becsatolni a programokba, mindig amit, amit kíván és lehetővé tesz a tematika minél színesebb legyen. Már ha a tematikánál tartunk, 110 éve született Borsos Miklós, ennek apropóján mire készültök? Ugye az egyik kiállítóhelyünk is a nevét viseli Borsos Miklósnak, aki nem csak a szobrászatban alkotott nagyot, hanem az irodalomban is, és most ezt a munkásságát emeljük ki két program kapcsán. Az irodalmi munkásságát mutatjuk be, hiszen három kötetet is megért például az önéletrajza, és az egyik programban például a barátját, Cigán György költőt hívtuk el, és egy ilyen kerekasztal beszélgetés kapcsán lehet vele találkozni, és a, a Borsos Miklós Kosudia szobrász művésznek az irodalmi munkásságát emeljük ki ebben a programban. Talán kevesebbet hallottunk róla, ugye? Igen, én, igen. Én megmondom szintén, hogy, hogy tényleg. Egy csak kuriózum, ezt... Igen, így van, igen. Jó, hát a zenéről nem beszéltünk még, talán a legfontosabb dologról az sem maradhat el idén sem, ugye tovább zakatol a Rómerkvelle Velle koncert kavalkád, de minden lesz az őszi fesztiválnak egy nagy koncertje, ez a zsinagógában lesz október 21-én, ez a Trio Special, itt Charlie fog énekelni, olyan nagyszerű és nemzetközileg is elismert művészekkel, mint például Szumó Árpád, aki a zongora mögöttül, illetve Egri János Bőgős, és blues és jazz örökzöldek fognak elhangzani, de persze a Charlie dalok sem maradhatnak el, de ezek is bluesosítva, jazzesítve. Úgyhogy egy nagyon érdekes színes program lesz. Jól veszem én észre, hogy mindig belevíztek valami kis pluszt. Tehát, hogy Igen. Van -e? Na, akkor mesélj róla. Igen. Ezt kicsit így, így, színesíteni kell a programokat, mert ez a Trio Special formáció is egy kevésbé ismert formáció. Egészen eddig Pesten léptek fel egyedül ezzel a formációval, de hatalmas sikert arattak, és ott figyeltünk mi is erre föl. És és a zsinagóga, mint hangversenyterem, ez így adja magát, hogy, hogy tényleg egy, egy, nívós programokat lehet ilyen szempontból megrendezni, és mindemellett ö, útjára indul egy sorozat is, ez a zsinagóga jazz, ennek az első fellépője pedig Falusi Marian és Sárik Péter Dó koncertje lesz, ez is a jazz világába kalauzolja el a vendégeket, de ez is egy, egy nagyon különleges programnak ígérkezik. Meg ugye, ugye van egy ilyen rokkvonalotok is, Igen. a Schuster-Lorent már itt volt, ő, aki lesz a következő? Török Ádám, a Török mini Ádám. együttes frontembere, ő lesz a következő nagy a rock Rómer nagyjaik között, aki bemutatkozik. Ez a roka a Rómer körül sorozatban lesz a következő etap, pont az őszi fesztivál időszakába esik, úgyhogy oda is új múzeumbaráti körök kialakítása a fő cél ezzel. Visszajárnak hozzánk kicsik és fiatalok is, nagyok is, úgyhogy ez is nagyon színes és eleven? Hú, ha hát találkozunk minél több programon, sok-sok nézővel, és nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Én velünk. köszönöm a megtiszteltetést. Tanuljunk nyelveket, tanítsuk gyermekeinket az idegen nyelvre, csak hogy mikor kezdjük, és mi a jó irány. Rigónén Szabó Ágnes, a Kids Club Győr, vidám angol nyelviskola vezetője a vendégem. Nagy szeretettel köszöntelek. Köszönöm szépen a meghívást, a lehetőséget, hogy népszerűsíthetem a kisgyermekkori nyelvoktatásnak a fontosságát. Nekem pedig millió egy kérdésem van. Kezdjük mindjárt a legelején. Mikor érdemes elkezdeni a nyelvoktatást, a nyelvtanítást a kicsiknek? Megoszlanak a vélemények, van, aki azt mondja, hogy már az anyamében el lehet kezdeni, mások azt mondják, hogy inkább csak három éves kortól. Hát tapasztalattal rendelkezel, úgyhogy várjuk az információkat azt szoktam mondani, hogy minél korábban kezdik a gyerekek, annál hatékonyabb és annál jobb. Így van, a kutatások kimutatják, hogy a nyelv tanulás már az anyamében kezdődik, ugyanúgy, ahogyan az anyanyelvünket is elsajátítjuk, a kisgyerekeknél, a babáknál is nagyon hasznos, ha már ilyen pici életkorban is mondókákat, gyerekdalokat hallgatunk velük, és hogyha a játszótéren vagyunk, és hintáztatjuk őket, már akkor angolul mondjuk nekik, hogy hintapalinta, vagy csiklandozókat játszunk velük, vagy lovagoltatókat, tehát már a bébi életkorban is lehet nagyon játékosan észrevétlenül aztán persze valaki az óvodás életkort mondja. A lényeg szerintem abban rejlik, hogy 7 éves kor az a limit, ami, amikor ez a folyamat lezárul. Tehát a 7 éves életkort mondják a szakemberek a szenzitív időszaknak, és az a lényeg, hogy odáig azért mindenképpen találkozzon a gyermek a második idegennyelvel, hiszen akkor még Ugyanott tudja elraktározni a kapott információt, mint ahol az anyanyelvét az agyban, és még akcentus nélkül tudja elsajátítani a nyelvet. Viszont én azt hallottam, illetve azt hallom anyukáktól, ilyen is van, hogy hát bizony, először tanítsuk meg annak a gyermeknek a magyar nyelvet, az anyanyelvét, és csak aztán képezzük tovább. Ez akkor nem állja meg a helyét? Ez nem állja meg a helyét, ez is egy tévhit, hiszen a gyerekek abszolút ketté tudják választani. Nem csak kettő, akár három nyelvet is egy, egymással párhuzamosan tudnak tanulni a gyerekek, és ők ezt a helyén tudják kezelni, és nem fogják keverni. Egy másik tévhit még az is, hogy esetleg a magyar nyelv elsajátítását hátráltatja az idegen nyelv. Tapasztalataim mondatják velem és bizonyítják, hogy, hogy ez sincs így, hiszen vannak kis bébik, akik elkezdenek hozzánk járni a foglalkozásokra, és mire elérik a két éves életkort, és elkezdenek magyarul beszélni, abszolút ketté tudják választani, és mondjuk az édesapjához magyarul szól, ági nénihez meg, meg angolul beszél, mert hozzám azt a nyelvet köti. Tehát, hogyha mondjuk hat hónaposan elvisszük a kisgyermekünket, a kisbabánkat, és karonülőként ott mondókázunk veletek együtt akár, akkor, akkor ennek tényleg van haszna, és nem... Nem az, az, az időt pocsékoltuk, úgy kell érteni most ezt, ugye? Én, én bízom benne, és tényleg a tapasztalatok azt mutatják, hogy ez, ez, ez így van. Természetesen a heti egy alkalom, amikor ott velem mondókáznak, nem elegendő, tehát ehhez van... Az, hogy otthon ö, hallgassák a gyerekek a, a CD-t, a szülőkkel együtt, illetve, hogy ugyanazokat a kis játékos mondókás, feladatokat, amiket én ott mutatok a foglalkozáson. Arra nap, mint nap időt szakítsanak otthon, és a napszak egy meghatározott időszakát kijelölve abban a negyed órában, 20 percben a kis gyerköccel ugyanazokat játsszák el, mint velünk ott a foglalkozáson. És akkor ebben az esetben ö, tényleg hosszú távon meg fogja hoznia az eredményt. Magyarországon bár már javuló tendenciát mutat a nyelvtudás, de még mindig nem elégséges a helyzet. Igen. Ezt szokták mondani. Na most ehhez képest ugye egyre több gyermek tanul kiskorában, tényleg három évesen elkezdik, vagy két évesen a szülők, tehát tényleg látjuk már ezt az előrelépést. Nektek misszió is ez valahol, hogy, hogy megtanítsátok Magyarország lakosságát idegenül beszélni? Köszönöm szépen a kérdést, így is indult el nekem ez, a, ez az útkeresésem. Tehát én 14 éve gyakorló pedagógus vagyok, és mindig is kerestem annak a lehetőségét, hogy hogyan lehetne úgy átadni a gyerekeknek az, az idegen nyelvet, hogyan tanulhatnának úgy, hogy ez észrevétlen legyen, hogy sikerélményük legyen benne, és akkor találtam rá erre a Kids Club módszerre, és Tényleg nagyon örülök, mert a gyerekek csillogó arccal jönnek ki a foglalkozásokról, és mindig már is megvan a látható eredménye, hogy éppen akkor ott mit sajátítottak el, hiszen tényleg ugyanúgy, ahogy az anyanyelvét, játékokon, mondókákon, rengeteg feladaton, mozgásos tevékenységen keresztül tanítjuk őket. Mi a legnehezebb? Nektek, tanároknak. Lekötni a gyermeket, a figyelmét, felhívni, vagy egyszerűen az, hogy tényleg hétről hétre visszatérően, tehát hogy emlékezzen és ne mással foglalkozzon. Szóval mi a legnehezebb? Nektek. Uh, hát nagyon. Nehézséggel úgy nem találkozom, hiszen ez számomra is nagyon felüdítő és nagyon motiváló munka. Nem egyformák a gyerekek, igen, valaki mozgékonyabb, van, aki fegyelmezettebb, de ez nem is baj, hiszen hogyha nem, nem is kell, hogy egy helybe üljön a, a gyermek ezeken a foglalkozásokon. A füle legyen ott, a, a szeme legyen ott, a kis tekintete, Azért is csinálunk mozgásos feladatokat, hogy az izgő mozgóbb gyerkőcöket is lekössük. A nehézség, vagy a figyelmünk talán abban kell, hogy összpontosuljon, hogy figyeljük a gyerekek jelzéseit, és amikor mondjuk elfáradnak egy feladatnál, akkor váltsunk egy másik típusúra, és akkor kicsit megmozgatjuk őket, utána megint visszatérünk egy kicsit, amihez le kell ülni, és jobban kell koncentrálni. Milyenek a mostani gyerekek? Információ éhesek, és olyanok, mint a szivacs, és ezért is kell kihasználnunk ezt az életkort, mert nagyon gyorsan tanulnak, szerintem, és mindenre fogékonyak, mindenre nyitottak, éhesek. És mit tetszik nekik a legjobban egy-egy foglalkozáskor? Tehát a mondóka, a játék, a, a, amikor a kezében vehet valamit, és azt mondja angolul, tehát, hogy egy, egy, egy játék van a kezében. Ugye ez is életkoronként más és más. A piciknél természetesen az, hogy valamilyen játékkal összekötjük, és mozgunk, éneklünk. A nagyobb, nagyobbak alatt értem már az óvodásokat is, náluk pedig szerintem már abszolút tudatában vannak annak, hogy ők miért jönnek, és hogy ők... Angol nyelvet tanulni jöttek ide, és hogyha bővül az ők is tudástáruk, és valamilyen információval gyarapodtak, rendkívül büszkék rá. És ő náluk ez a motiváció is állhat a háttérben, a játékokon, mozgáson, dalokon kívül, hogy ők ezt meg tudják majd mutatni bizonyos helyzetben. Jönnek is, mesélik, hogy a nyáron mi történt, hogy ők kommunikálni tudtak mással. Tehát ő nekik már... Már ez is fontos. Több fesztiválon is találkoztam már veletek, amikor kis plédekkel, kis játékokkal kivonultatok, és, és bemutattátok azt, hogy, hogy mit tudtok, vagy ti mit szeretnétek elérni a gyermekekkel. És bizony, ott is láttam csillogó szemeket, hogy oda jöttek hozzátok, a mondókában mindenki részt vett, és a körtáncban vagy bármiben, és egy kis csilingelő hangjukkal, ahogy tudták, úgy adták elő. Ezek nagyon fontos dolgok? Fontos dolog, hogy megjelenjünk ezeken a fesztiválokon, hogy hogy minél tágabb körben a szülőket is tájékoztassuk arról, hogy van ez a lehetőség most már a, a gyermekek számára, tehát nem kell az iskoláskorig várni, és nagyon fontos is volna, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, hogy a gyereküknek ezt a palettáját a nyelvtanulásnak felkínálják, illetve a, a, a gyerekekkel való kapcsolattartás és kapcsolatfelvétel szempontjából is fontos. Ági, már csak egy utolsó kérdésem maradt, hogyha a gyerekek, akik hozzátok járnak, mondjuk ellátogatnak külföldre a, a családjukkal, jöttek ilyen visszajelzések, mondjuk angolul kérte a fagyit, vagy tehát hogy, hogy már úgy kommunikációban is részt vesz, hogyha egy külföldi útjuk során bármi előfordul, és megteheti mondjuk azt, hogy ő, hát igen, tényleg büszke vagyok arra, amit tudok, és meg is mutatom? Így van, most véget ért egy nyári szünet, úgyhogy jönnek a gyerekek élményekkel telve, és pont ráéreztél, tehát egy ilyen fagylalt kéréses éttermes szituációt mesélt el az egyik kisgyermek. Minden óra végén ugye kapnak jutalmazó matricát, hiszen a pozitív megerősítés nagyon fontos nálunk, és azt a kis mondat sablont, amit ott használnak, hogy kérhetnék egy matricát, can I have, és akkor ezzel tudta ő az étteremben is megrendelni, amit szeretett volna, és hát erre nagyon büszke volt. Ezek nagy sikerek, nem? egy egy kisgyermeknél. Így, így van. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és tájékoztatál a lehetőségekről. Köszönöm szépen. Most búcsúzik a Hello Győr, de ne feledjék, egy hét múlva ismét vendégekkel töltjük meg a Győr Plus televízió stúdióját. Viszontlátásra! A műsorvezető ruházatát a világmárkákat is forgalmazó Griff Collection üzlethálózat biztosította. A műsorvezető sminkjét és frizuráját az Aura Szépségszalon készítette, ahol a külső és belső szépség összhangra talál.